Váratlan, de örömteli helyzet alakult ki itt a stúdióban, ugyanis a tervezettől eltérően vitával folytatjuk. Gulyás Gergely váltotta volna most Hiller István, de a reklám alatti pár percben az urak el is döntötték az én segítségemmel, hogy tulajdonképpen akár együtt is meg lehetne vitatni ezeket a dolgokat. Ugye mennyivel jobb lenne, ha ez gyakrabban sikerülne így. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalták ezt ilyen váratlanul. Talán kezdjük is ott, amivel annak idején, illetve nem olyan régen még Hiller Istvánnal kezdtük, a CEU üggyel. Az amerikai kormány most úgy tűnik, hogy a magyar kormány orrára koppintott ismételten, amikor újra kifejezte, hogy nem az ő kompetenciájuk tárgyalni ebben a kérdésben. Tessék a New York-i államhoz, illetve az intézményhez fordulni. Hiller István és az MSZP azt mondta a műsor elején, hogy önök hazudnak ebben a kérdésben, valójában el akarják űzni a CEU-t, nem akarnak megállapodni, sőt Hiller István még azt is mondta, hogy feltehetően szándékosan írták meg úgy a törvényt, hogy az amerikai alkotmányba ütközzön, és ezért aztán ne jöhessen létre megoldás. Köszönjük sokan, jó estét kívánok, és itt az alelnök úrnak, kollégámnak is köszönöm szépen, hogy itt maradt, hiszen ritkán van arra lehetőségünk, hogy vitákban is ütköztethessük az álláspontunkat, és én a CEU-ügyben nem a kormány szándékával kapcsolatban szeretnék érvelni, nem is ezen kezdődött el itt köztünk egy kedélyes egyetemértés, hanem hogy az tényszerűen igaz, hogy felsőoktatási tárgykörben egy esetben még 90 előtt, két esetben 90 óta kötött a szövetségi kormány, tehát a szövetségi oktatási minisztériuma az Egyesült Államoknak és a magyar kormány megállapodást. És miután az utolsónak éppen Hiller István miniszter úr volt az aláírója ebbéli minőségében, ez a Fulbright ösztöndíjra vonatkozott, ezért úgy gondolom, hogy ennek most sincs akadálya, tehát én azt tudom csak mondani, legfeljebb e szándék őszintességében a elnök úr nem ért velem egyet, hogy én nagyon remélem, hogy a CEU ügyében megállapodás születik mind New York állammal, ahol egyébként ugye előírja a törvény, hogy a nemzetközi szerződést azt New York állammal kell kötni, és bármilyen megállapodás szándéknyilatkozata az, ami elegendő a szövetségi kormánnyal. Tehát korábban több alkalommal erre volt lehetőség, akkor én nem látom, hogy most mi zárná ezt ki. A külügyminisztériummal kétségkívül közé tett egy nyilatkozatot, én szuverén államok között az orrára koppint kifejezést talán nem használnám, főleg, hogy két szuverén államnak a felsőoktatási együttműködés terén szövetségi múltja van. De majd tárgyalunk mindenkivel, tehát én úgy gondolom, hogy ha mind a két másik feltétel teljesül, akkor egy szándéknyilatkozat akár helyettes államtitkári szinten történő aláírása, az nem lehet akadálya a CEU maradásának. Hiller István. Először is köszönöm szépen az alelnök úrtól, hogy vállalta a vitát és a beszélgetést, bár minden társa vállalná. Bár vállalták volna a választási kampányba, bár ne azt mondták volna, hogy a programok annyi, hogy folytassuk, hanem hogy különböző kérdésekben legyen az jog, ami az ön területe, vagy oktatás, ami az én állok közelebb, így a nézők előtt és a nyilvánosság előtt tudunk vitatkozni. Én azt tudom felajánlani a társaim és az MSZP nevében, hogy minden alkalommal, amikor hívnak, és erre önök megteremtik a lehetőséget, akkor itt leszünk és vitatkozunk. Őszintén remélem, hogy érvekből jobb eredmény jön ki a nézők és a választópolgárok előtt, mint különböző üzengetésekből. És ki is használjuk ezt a ritka időt. Így aztán azt kell mondjam, hogy az az érv, amit az alelnök úr mond, az tévedés. Azért tévedés, mert a Fulbright ösztöndíj nem egyszerűen csak Magyarországgal kapcsolatos, hanem bármely olyan állammal, amely az Egyesült Államok e tekintetben partnere. Ez nem egy oktatási megállapodás, hanem egy külügyi megállapodás két ország között, amelynek tárgya egyébként nem egy intézmény, hanem egy ösztöndíj. Ezt az ösztöndíjat számos intézmény különböző, az előírtakban megfelelően jogosultsággal rendelkező professzora elnyerheti, ezért ez nem intézményről szól. Intézmények esetében a központi amerikai kormányzatnak nincs jogosultsága, ezért én továbbra is azt állítom, hogy önök azért alkottak olyan törvényt, a felsőoktatási törvény módosítása örvén, hogy a CEU nem működjön Magyarországon. Ez a törvény nem a többi 26 intézményről szól, ez a törvény a CEU-ról szól. Azt gondolom, hogy helytelen, ez egy magas színvonalú működő intézmény. Alelnök úr, járjon közbe, hogy vonják vissza ezt a törvényt. Annyit szeretnék csak érezni, hogy én már a választási kampányban is számtalan vitában részt vettem, tehát ilyen értelemben, és talán mások is voltak így, de én biztos, hogy több párti vitában is részt vettem. Úgyhogy ezt kétségtelenül ilyen értelemben én is állok rendelkezésre. Hogy a Fidesz legvitára leginkább hajlandó képviselőjéről van szó, de hogy vissza is térjünk ehhez a vitához, elképzelhető például akkor, hogyha a Velencei Bizottság kéri, hogy ezt a CEU törvényt
vagy azt a törvényt, amit sokan úgy értelmeznek, hogy a CEU-ra vonatkozik, leginkább vissza is vonják, mert Balogh Zoltán kedden még úgy nyilatkozott, hogy igen. Németh Szilárd viszont azt mondta az előbb, alelnök úrnak már idéztem, hogy a jogbiztonságot veszélyeztetné, hogyha azért, mert az érintettek ágálnak, visszavonnának egy törvényt. Köztünk lévő vita jelentősége az komoly, mert hogyha nekem van igazam, és a felsőoktatás területén mégiscsak lehet megállapodásokat kötni, és szeretnék még egyszer jelezni, hogy nem csak a Fulbright ösztöndíj volt, ami egyetlen a felsőoktatás területére tartozik, hanem 90-es évek elején is volt egyezmény, amit a szövetségi oktatási miniszter írt alá, és a magyar oktatási miniszter, illetve még egyébként 1990 előtt is volt ilyen. Tehát, hogyha ez eddig három alkalommal lehetséges volt, akkor én továbbra sem látom, hogy miért ne lehetne lehetséges negyedik alkalommal, ráadásul itt egy elvi egyetértésre van szükség. Ha pedig így van, akkor azok a feltételek, amelyeket ez a törvény szab, hogyha a CEU számára teljesíthetőek, és ebben az esetben az a miniszter úr által is említett, és általam is most deklarált cél megvalósítható, hogy a CEU minden további nélkül tud Budapesten működni. Na de amint most mond, annak alapján ezek a tárgyalások itt megfeneklenének, hiszen ön azt mondja, hogy önöknek igazuk van, és miért is ne lehetne ilyen megállapodás. Az amerikaiak meg azt mondják, hogy nem lehet. De ha nem tudunk tovább lépni, akkor a CEU néhány hónap múlva már lehet, hogy nem Magyarországon működik. Ma a New York-i kormányzó is kiadott egy nyilatkozatot, aki pedig éppen a tárgyalási hajlandóságát fejezi ki Magyarországgal. Önöknek elég a New York-i kormányzó, mert ha igen, akkor itt a megoldás. A nemzetközi szerződést a New York-i kormányzóval kell az elfogadott törvény szerint. De ragaszkodnak hozzá, hogy ezt a hát, valamilyen formában nem ragaszkodás meg a kérdés, nem kell megerősíteni, mert az egyik az egy külön törvényben rögzített eljárás, ami nemzetközi szerződés hatájának elismerése. Ez New York állam részéről szükséges, ebben nincs is vita, a tárgyalási hajlandóság a mi részünkről is adott, és a másik fél részéről is adott. Szerintem az ottani oktatási tevékenység megoldása az nem igényel komoly befektetést, de ezt nyilván a CEU tudja mérlegelni, vagy akár egy ottani partnernek a kampusznak a megtalálása, és akkor marad a harmadik feltétel, ami a szövetségi kormány szerintem jó indulata mellett, vagy akár én még többet mondok, az eddigi gyakorlat folytatása mellett abszolút lehetséges. Szerintem itt arról van szó, hogy szakmai dolgokat próbálunk kibogozni, de alelnök úr, önök nem szakmai indítatással csinálták ezt a törvényt. Ez egy politikai indítatású törvény. Maguknak nem az a bajuk a CEU-val, hogy nem jó színvonalon működik, hanem az a felfogás, ami az önöké, meg az a felfogás, ami egyébként a CEU-t jellemzi, ez különböző. Szerintem egyébként két különböző felfogás egy demokratikus országban simán megfér egymás mellett. Ezért most szakmai módon próbáljuk kibogozni azt, ami miatt fölösleges volt az egész törvényt megcsinálni, mert hogyha szakmai az indok, például az akkreditáció ügye, kérem, hogyha minden akkreditáció ügyében ilyen törvénymódosítást csináltak, vagy csináltunk volna, akkor hetente kétszer kellett volna törvényt módosítani. Fölösleges ez a törvény, fölösleges az egész hókusz-pókusz. A dolgban nincsen más, mint hogyha önök látják, még hány Nobel-díjas tiltakozása kell, alelnök úr, még hány intézmény tiltakozása, hány ezer professzor itthonról és külföldről, hogy ezt ne tegyék. Nem egyszerűbb, hogyha azt mondják, hogy volt egy elképzelés, ez az elképzelés téves volt, az életbe egyszer próbálják meg beismerni, hogy ez rossz, vonják vissza a törvényt, és akkor nem kell se kilincselni az amerikai szövetségi kormánynál, se New York állam kormányzójánál, és a CEU itt működhet. Ha el tudják fogadni, hogy különböző gondolatok létezhetnek, és jogosultak egy demokratikus országba, akkor ezt a törvényt visszavonják. Én úgy gondolom, természetesen különböző gondolatok nem létezhetnek, hanem kell, hogy létezzenek egy demokratikus közéletben. A kormány szándékával kapcsolatosan pedig csak azt tudom mondani, hogy a kormány CEU maradására vonatkozó szándékát, amit egyébként Balogh miniszter is többször deklarált, az semmi nem bizonyítja jobban, mint hogyha a szükséges megállapodások létrejönnek. Ön miért érezni személyesen veszteségnek, hogyha a CEU távozna Magyarországról? Senki nem vitatja azt, hogy a CEU-ban, a CEU-n folyó felsőoktatás tevékenység az egy magas szintű szakmai tevékenység. Mennyire? Sokan azt mondják, hogy a legmagasabb szintű szakmai tevékenység az egész magyar felsőoktatás. Most ebben a vitában, hogy legmagasabb vagy nem legmagasabb, nagyon jó színvonalú oktatás tevékenység folyik a CEU-n. Tehát kimondhatja ma egy fideszes politikus, hogy komoly veszteség lenne az országnak, ha a CEU, de ha gondolja, akkor hívja Soros Egyetemnek, mert tudom, hogy úgy jobban szereti, távozni Magyarországon. Én szerintem elmondtam, az teljesen világos.
Tehát, hogy akkor ezzel alapvetően egyetért. Én egyetértek azzal, hogy a CEU magas szintű oktatás tevékenység folyik, és azt remélem, hogy a kormány és azzal is, hogy vesztessége érné Magyarországot, hát, a távozni. Ha egy magas színvonalú oktatási intézmény távozik, az természetesen Magyarország számára veszteség. Egyébként Soros Györggyel kapcsolatban, és a CEU úgy nyilván nem függetlenítettől, egyre inkább egy világ összeesküvő és képét bontják ki, nem csak kormánypárti politikus, hanem a miniszterelnök is, aki például az Európai Parlament minapi döntéséért is egyenesen Soros Györgyöt vonta felelősségre a múltkor. Ezt hogy képzelik el, hogy működik a gyakorlatban? Tehát Soros György a 90. évéhez közeledve befolyásolja az Európai Parlamentet, ha kell a Velencei Bizottságot, az Amerikai Egyesült Államok kormányát, és általában mindenkit, aki Magyarországon nem ért egyet a kormányon. A Velencei Bizottság kapcsolatosan ilyen vád nem fogalmazódott meg, a jelenlegi amerikai kormányjal kapcsolatosan is, hogy az új adminisztráció feláll, nehéz lenne ezt megfogalmazni. A korábbival kapcsolatosan annál könnyebb. Viszont azért azt egyértelműen látni kell, hogy az Európai Parlamentben igenis mindenki ismeri azt a listát, amit a Soros György különböző szervezetei való együttműködés alapján alkottak meg képviselőkről. És ennek annyit alapján, ha ez a lista komolyan vehető, amivel a sajtóban napvilágot látott, hogy az egyik Soros Györgyhöz köthető alapítvány kiket tekintett számukra barátságos, igen, vagy megközelíthető igen, politikusoknak, az a Néppárt is fertőzött, aminek a Fidesz is a tagja, akkor miért nem lépnek ki, hogyha Soros Istvánkkal állnak egyikén? Nem használnék. A Néppártban is sokféle párt van, egészen a liberálistól a kereszténydemokratáig. Eddig is mindig voltak belső viták, természetes, hogy ezek lesznek is. De azért azt a körülményt azt figyelemre méltónak tartom, és egyszer mind elfogadhatatlannak is. És szerintem egyébként egy hagyományos baloldali vélemény szerint is elfogadhatatlan kell, hogy legyen, hogyha Soros György megérkezik Brüsszelbe, akkor ott őt az Európai Bizottság elnöke, alelnöke és több biztos fogadja. Milyen alapon, milyen minőségben, miért? Nem kéne és fogadni? Hát miért kellene fogadni? Szerintem egyértelmű, nem kéne fogadni, és akkor már csak zárójelben teszem azt hozzá, hogy, és ez persze egy szubjektív észlelés, hogy az elmúlt 6-7 évben Magyarország nagyon sok olyan döntést hozott, ami a nemzetközi európai közéletben vitára adott okot. Vagy ha nem adott okot vitára, akkor is vitát szült. Ebben alkotmány elfogadástól, médiatörvényen keresztül, alkotmány módosításán át nagyon-nagyon sok minden belet, a reklámadói, nagyon sok minden beletartozott. Ezek azért, hogy ezek közül jó néhány, sokkal nagyobb jelentőségű kérdés, mint a mostani felsőoktatási törvény módosítása, független attól, hogy azt valaki jónak vagy rossznak tartja. Értem, én ilyen összehangolt Magyarországgal szembeni támadást, vagy a kormány döntéssel, vagy az országgyűlés döntéssel szembeni támadást még soha nem tapasztaltam. Pedig alelnök úr, a tudás szabadsága az nagyon magas polcon van. Elhiszem, hogy nagyon sokféle törvényt, amely önöknek fontos, szerintem egyébként számos tekintetben, például a médiatörvény tekintetében, az alkotmánybíróság ügyében, vagy ahogy működtetik a közmédiát, a magyar hagyományos 89 óta meglévő demokratikus intézményrendszert és annak működését csorbítja, szerintem önök nem kiterjesztették a magyar demokráciát kétharmados többséggel, hanem szűkítették. Az egész Soros kampány pedig nem annak belátása, amit ön itt elmondott, hanem belpolitikai indítatású, önöknek időről időre ellenségképre van szükségük, hogy be lehessen mutatni lehetőleg azt az egy intézményt, azt az egy szemét, akire rámutatva meg lehet őrizni azt a többséget, amely önök számára a parlamenti majorátus többséget biztosítja. Szerintem ez van mögötte, és nem valamiféle másfajta felismerés, de onnan, ahonnan indulok, ott fejezem be, a tudáshoz való hozzáférés, az oktatás és a tudomány szabadsága a modern világban, alelnök úr, olyan fontos, mint a középkorban a föld. Hogyha szabad az önök nyelvén fogalmazni, akkor a hatalom alapja. Aki hozzáfér a tudáshoz és az információhoz, az előbbre van, mint más. Ezért szerintem egy intézmény, legyen az most éppen a CEU, egy felsőoktatási, magas színvonalon működő intézmény korlátozása, az egy nagyon magas szabadságszint sértés. Ezért vagyok ellene, és ezért nem gondolom, hogy a hierarchia állítása szerencsés volt. Egyébként még mielőtt vége van a vitának, lehet, hogy arra is érdemes kitérnünk, amit Hiller István az előző beszélgetésben mondott, mert tudom, hogy végighallgatta, hogy önök a köztársaságot gyilkolták, megvéreztették ki az elmúlt években. Igen, ezzel kapcsolatos újra és újra felmerülő szocialista fejtegetéseket én mindig érdeklődéssel figyelem, és csak szeretném felhívni neki a figyelmét arra, hogy Magyarország államformája az alkotmány szerint köztársaság. Tehát ilyen értelemben azok a
a vádak, amik a demokratikus intézményrendszer átírására, megszüntetésére vonatkoznak, ezek szerintem tényszerűen nem állják meg a helyüket. A helyzet ugyanis az, hogy a 2011-es alkotmányozás nagyon nagy mértékben épített arra a közjogi alapra, sőt, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy minimális változtatásokkal azon a közjogi alapon áll, amely 89-90-ben Magyarországon létrejött. Tehát, és sajnos egy 2002 és 10 közötti az állammal szembeni bizalmat alapvetően aláásó kormányzás után egy ilyen új alkotmány egyébként úgy, hogy meghagyta a korábbi intézményrendszert, éppen hogy megerősítette a közbizalmat, éppen hogy arra szolgálta, hogy az állam ismételten képes legyen valamilyen hitelességet biztosítani a saját cselekedeteinek. És hogyha belegondolok abba, hogy azóta milyen területen mi történt, például milyen viták voltak mondjuk a költségvetési tanács intézményével kapcsolatosan. Most azt látjuk, hogy a költségvetési tanács akár a jelenlegi kormánynak egy előterjesztését kritizálja, mert azt mondja, hogy ha ez a 60 milliárd forint ez nem a tartalék részét képezi, akkor igenis az államadósság nőhet, és a hiánycél nem lesz tartható. Hol ezek az intézmények kifejezetten hiányoztak, tehát ahol több lett, vagy ahol változtattunk, ahol új intézmények jöttek létre, azok éppen az ellen, konkrét esetben is éppen az olyan ellensúlyokat szolgálnak, amelyek korábban nem léteztek, és milyen kár, hogy nem léteztek, mert akkor nem került volna az ország 2010-re abba a helyzetbe. Sajnos mindjárt kiadod, hogy fél perce van rá. Én azt állítom, hogy a hatalomgyakorlásnak az a eszköze és az a tartalma, amit önök megvalósítottak, azok az európai típusú demokratikus berendezkedést csorbítják. Ez nem az az út, ami egyébként egy közép-európai, ám az Európai Unió tagjaként politizálni és élni kívánó országot előbbre visz. Szerintem, amit csinálnak, nem az ország érdeke. Az azonban, hogy a vitát, a véleménykülönbséget és annak kifejtését vállalta, azt őszintén köszönöm, és kérem, hogy társait is erre biztassa. Hálok rendelkezésre. Nagyon rendben. Ennek mi is nagyon örültünk, tartsák meg ezt a jó szokásukat.